Hát köszönjük szépen ezt a produkciót, zseni volt. Nagyon, nagyon. Sziasztok. Na, de jó, hogy jöttél. Rögtön karácsonyi hangulatunk lett. Neked is sikerült fölkelni. Hogy telt a tegnap este? Köszönjük szépen. Hogy telt a tegnap este nálatok? Nagyon nagy örömmel, a gyerekeimmel lettem együtt, meghitt hangulatban, minden évben együtt töltjük a karácsonyt, ugye más napokat is, csak a karácsonyt az különösen, és akkor ilyenkor földíszítem a házat, és akkor tele van mindenféle karácsonyi díszekkel, valamikor pirosat, valamikor másik évben ezüst színűt, vagy arany színűt, tehát hogy így próbálom variálni, és akkor jókat eszünk, a szokásos menetet nyomjuk le, és hát egyre nagyobbak a gyerekeim, úgyhogy az ajándékokat is már egyre úgymond nagyobb előkészlettel kell megvásárolni, ugye szoktuk mondani. Nem kell megvásárolni, azt a Jézuska hozza, miről beszél? Hát jó, de nagyok már a gyerekek, most már tudják, hogy nem a Jézuska hozza. De múltkor egyébként, amikor Mikulás volt, a cipőbe bedugtam az ajándékot, és úgy örültek neki, úgyhogy még mindig van ez a varázs. Említetted, hogy feldíszíted a házat, meg fa, meg minden. Azt tudjuk rólad, hogy te nagy főzős vagy, erről majd később dumálunk. Újabban te is főzögetsz állítólag. Karácsonyi menü à la Gyula mi volt? Hát narancsos kacsa volt. Ami narancs az nagyon kell karácsonykor, így van. Igen, tehát a maga narancs illat is, ugye az nagyon fontos. De minden évben narancsos kacsa van, úgyhogy... Méz is van hozzá? Mézes, narancsos, vagy csak narancsos? Nem mindig, mert a gyerekem nem szeretik a mézes narancsot, hanem meg a párolt káposztát is csak én szoktam mindig megenni, úgyhogy ők megeszik a kacsát és a tört krumplit. És akkor így nagyon jó lesz, vagy jó volt. Az Éva említette, Évi, bocsáss, még leéváztalak, ne haragudj. Az Évi említette, hogy annak idején, hát talán tavaly történt, hogy az édesapádhoz jár diszkóba. Tavaly. Hát az... Kicsit régebben. Igen, de itt van egy közös sztorink is egyébként. No, öltözőben, mikor találkoztunk, akkor én rögtön így rárontva elmeséltem neki, talán ő lehet, hogy nem is emlékezett rá, de 92-ben úgy konferált föl bennünket Rákoskeresztúron, mint az ország legjobb rock and roll zenekarát, és ez annyira feltüzelte az ott lévő tiniket, mert én voltam akkor 17 éves, a közönsége meg aki ott volt 14-15, és akkor még nem volt kereskedelmi televízió, és az, aki Budapestről jött, mert az még Rákoskeresztúr vidéknek számított, de tényleg, és akkor aki Budapestről jött, az abóvó egy ilyen hihetetlen nagy tiszteletnek örventek az emberek, tiszteletnek örvendett zenekar volt, és hát nagyon-nagyon föltüzelt az Éva a közönséget, úgyhogy mi már kimentünk a színpadra, és akkor úgy örjögtek rá, mint a Jim Morrisonra az emberek, és ez egy hihetetlen nagy élmény volt. És ez a része az Éva is volt. Ott indult a rock and roll karriered. Hát tényleg egyébként, az Éva konferált, én kimentem, és óriási volt. És széttéptek. Tényleg egyébként, a végén, igen. De nem csak engem, az egész zenekart. Nagyon-nagyon jó. Utána elmentetek más irányba, mert a rock and roll annyira nincsen benne. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A rock and roll mindig benne van. A Lajsz Andrástól kapod az alkotást. Köszönjük szépen. Lajszandis nélkül, köszönjük szépen. Nincs alkoholmentes koktél. Így van, igen, nem istenünk. Annyira finom, tényleg. És ha már hangolt, egészségetekre, ha már így karácsonykor vagyunk, akkor egészség, boldog karácsony, boldog karácsony. Belekortyolok, nem baj? Kedves egészség, békesség. Azért van, igen, mindenkinek, és mindenkinek boldog karácsony. Ezt meg kell lennem, mert ezt imádom. Igen, említetted a koktélcseret. Szóval kellemes emlékek vannak, de hát veled is már azért összefúj a szél már egy évben kétszer-háromszor. Igen, de akkor még nem találkoztunk, amikor te 17 éves korodban csináltad ott azt a koncertet, viszont, hogy előrefelé megyünk és hangulatot veszünk, akkor ebben az évben lesz még valami, például szilveszterre Éliás Junior és zenekara készül el. Hát igen, hívnak Éliás Gyulának is egyébként, most már kezdem kinőni ezt a Junior. Persze. Tehát lesz egy előszilveszteri nagy koncert az Orfeumban, este 8 órakor, ilyenkor nagyobb hangsúly kerül a saját dalokra is, és azokra a funky standardekre, amik nekem kifejezetten jól állnak, vagy várja tőlem a közönség, de természetesen berivált számok is lesznek. Nagyon, a hangod olyan egyébként. Hát a szerelem rossz Mária. Attól függ, hogy milyen dal kerül a lelkem közelébe. Hát vagy hogyha esetleg fotballmérkőzésre kerül sor és játszol, akkor hol talál el a labda? Hát igen, egyébként hátvéd voltam mindig, jó erős csontozatom. Én is az voltam, azt mondták, annyira értettem hozzá, hogy Roland, itt állj meg, ha jön valami szembe, ember Söprölet, vagy labda, rúgd el, kész. Nem, a probléma az, hogy nagyon cseleztem, ha már fociról beszéltünk, bocsánat. Jézusom! Na, maradjunk kicsit a fellépéseknél, azt mondtad, 30-án lesz ez a bizonyos koncert, ugye? Igen, 31-én. És akkor 31-én privát parti neked is majd? A 31-én még kérdéses, hogy meg lesz-e tartva. Volt 3 megkeresésem, csak még a pandémia miatt ez még nyitva maradt, úgyhogy ez most dől el 1-2 napon belül. De én azt hittem, hogy akkor barátokkal, családostól összeültök, és akkor otthon fogtok majd szilveszteri kisebb. Hát az a B-terv, igen. Az a B-terv. Hát sok sikert neked. Nagyon szépen köszönöm neked. Vigyázz magadra nagyon, nem lesz semmi bajod, minden rendben lesz, meg lesz mind a 3 fellépés a szilveszterkor. Kívánjuk. És ha lenne még műsoridő, akkor hozzátennénk, hogy akkor de jó lenne még egyszer hallani azt a dalt, amit az imént elénekeltetek, hogy nagyon jó volt. Te ötleted volt átírni magyarra egyébként? Hát ezt 2002-ben kaptuk meg eredetileg a Staff együttessel a jogot, elsőként kelet-európai előadóként a George Michael Publishing-tól. Tehát ebbe az egész szférába nekünk sikerült ezt feldolgozni, Bárány Attila közreműködésével, és volt egy szerző, zeneszerző, hangszerelőtársam, akkor még Szabó Marci, ez volt a Staff együttes, és akkor azóta így játszogatom mindig karácsonykor, és most legutóbb az adventi turném próbáján jött ez az új hangszerelés, amit hallottatok, ez a funkis, húzós, ilyen kicsit ilyen grúvos felfogás, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt stúdióba is megcsinálni, és ez egy kis klippet is varázsolni. Azt említetted, 2001-ben kaptátok meg talán ezt a bizonyos jogot, hogy akkor... 2002. Bocsánat, 1 évet tévedtem, ne haragudjatok még rám. Matekból sosem voltam jó, évszámokban annál inkább, most ezt elrontottam, semmi baj. Ebbe bele fogok keveredni, nem. Amikor kész voltatok, akkor vissza kellett neki küldeni, hogy megnézzék, hogy hogy sikerült? Ez úgy történik, az a honosítás, hogy a tükörfordításban a szöveget el kell küldeni, tehát angolul ezt a magyar szöveget le kell fordítatni, meg magát a hangzóanyagot ki kell küldeni. És akkor erre jön egy válasz. De előtte már a Kozsótól kezdve a Bomboni mindenki próbálta ezt jogosítani, és nem is értették, hogy ezt hogy képzelitek, hogy nektek összejött. Hát mert ez jó. Egyszerűen sikerült. A szerelem Rozmáriának ez is jól áll, a szomorú szamurájnak nem állt jól. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Nagyon szépen köszönöm, kellemes ünnepeket és sok ajándékbondogatást, meg jó bulikat az évben.